Az iskolai könyvtárak tervszerű fejlesztése érdekében kezdeményezett örökbefogadási programot Bencsik János országgyűlési képviselő és Henzer Zsuzsanna iskolai könyvtári szaktanácsadó még 2015-ben. Ennek kapcsán levélben keresték meg a Tatai medence közép- és nagyvállalatait, hogy lehetőségeikhez képest segítsék az iskolai információs pontok technikai fejlesztését és újabb könyvek beszerzését. A program indulása óta számos iskolai könyvtár megkapta a támogatást, most már a színes iskola diákjai is örülhetnek az új könyveknek és eszközöknek. A kezdetektől fogva van könyvtárunk az iskola alapításától fogva, de az a helyzet, hogy nem nagyon van pénzünk, energiánk arra, hogy fejlesszük a könyvtárat. Most ez a támogatás ezt jelenti, hogy ezen idő alatt még a Günther Tata Kft. Segít nekünk ebben, hogy amennyire lehetséges friss irodalommal szereljük fel a könyvtárat, hogy a gyerekek azokat a könyveket, amelyeket szeretnének, de a családi költségvetés nem teszi lehetővé, hogy azokat itt kikölcsönözhessék, elolvashassák. Ez az egyik dolog, amiben nagyon sokat segít, ez a másik pedig az eszközpark. Mi szeretnénk olyan módon használni ezeket az eszközöket, hogy minél jobban a gyerekek közelébe tudjuk vinni a könyvtárat. Ez a célunk, hogy itt egy olyan délutáni foglalkozásoknak lehetőséget adjon, hogy a gyerekek minél közelebb kerüljenek a könyvekhez, tudományhoz, olvasáshoz. A sajtótájékoztatón Bencsik János elmondta, hogy az iskolai könyvtárak fejlesztése egy olyan terület, amely ha vonzó környezetet tud biztosítani, akkor a gyerekeket inspirálhatja az olvasásra, és az internet adta lehetőségekkel élve segítheti az információgyűjtést és elemzést, ami a tanulási készségeket gyarapíthatja. Mindez lényeges a jövőbeli képzések szempontjából. A Günther Tata Kft. Az elsők között volt, aki támogatóként jelentkezett a programra. Úgy gondoljuk, hogy mindent, amit itt a program mögött látunk, ez egy olyan fejlődési lehetőség a mai gyerekeknek, amiből később mi is profitálhatunk, de igazából nem ez a profitálás volt a legfőbb szempont, hanem igazából az, hogy tényleg a cégünk próbálja erőnköz mérten támogatni itt a tatai közösségeket, és igen, Tatára, gyerekekre, sportra koncentrálunk, ezekre igyekszünk támogatásokat, ez rossz szó, mert igazából mi adjuk, de igazából élünk is vele, én nagyon szeretünk eljárni kézilabda meccsekre, szóval ezek számukra is utána egy nagy élményt adhatnak.